Jó estét kívánunk! Jó estét! Régen volt apu, nyilván felgyűlt egy csomó mondani való, a famban is, bennem is. Próbáljuk nem rátok zúdítani egyszerre az egészet. Csak adagolva. Csak mondjuk megpróbálunk annyi témára kitérni, amennyit át is tudunk beszélni. Hadd kezdjem egy idézettel. Akkor fog ezerszer jobban működni ez az ország, vagy más ország, ha majd olyan, vagy majdnem olyan ember kezében lesz a hatalom, mint én. Akár tetszik valakinek, akár nem. Ez az igazság. Minden más emberféle, az rossz útra viszi az országot. Ez Puzsér? Barát Csaba. De köszönöm a feltételezést. Igazán jól esik. Én azt hiszem, hogy... A régi öreg Csabánk. Igen, ihletőnk és tanítómesterünk szavaival nyitjuk meg az új évadot. Boldog hatalmat. De figyelj, végül is minden politikus így gondolkodik, ő egyszerűen csak őszinte. Ezért nem politikus. Vágod? Igen, igen, tulajdonképpen igen. És én még rájöttem valamire, egy érdekes következtetésre Orbán Viktorral kapcsolatban. Már a Barát Csabának? Nem, az a saját következtetésem. Ja, értem. Az a következtetésem, hogy emlékszel a Harcosok klubjának a névtelen narrátorára, akit a Edward Norton játszott, meg Tyler Durdenre, akit meg a Brad Pitt játszott. Hát persze. És hogy a Tyler Durden az a névtelen narrátornak az ideális énje volt. Akit nem tudott fölvállalni, ezért lehasadt róla, igen, és így, önálló életet így élt, végül, aztán a mestere lett. Így végül lehasadt róla, és így térítette át a maga útjára. De én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak ez Németh Szilárd. A Németh Szilárd a Brad Pitt. Igen. És az Orbán Viktor az Edward Norton. Norton. Igen, 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 egyértelműen. A Tyler. Igen, igen. Azt a picsa. Tehát az Orbán Viktornak is van egy ilyen belső szorongása, hogy hát nem azt az életet, nem azt a sorsot éli, és nem elég őszintén illiberális. Nem azt a... Valamikori soros gyerekről beszélsz, ugye? Hát igen, igen. Okay, tehát arról van szó, hogy Soros György felkent egy kultúrmázat Orbán Viktorra, és Orbán Viktor szeretné ezt most már minél alaposabban levésni magáról. Már a Habony Árpád elkezdte így levésni róla ezt a civilizációs mázat, de ez folyamatosan dolgozik ezen önmagán Orbán Viktor, hogy minél Németh Szilárdabb legyen. Ez egy ilyen belső önfejlesztő munka. És ugye arról van... A kolbásztöltés, meg a pálinka, meg egyebek, meg a kondérozás, az ilyen Németh Szilárdító tréning. Igen. Oh. És az igazság az, hogy Orbán Viktor tökéletesen elégedett lehet magával, amikor a balliberális sajtónak a hörgését, örjöngését nézi, vagy amikor az Európai Uniónak a hörgését, örjöngését nézi, vagy Judith Sargentininek az örjöngését nézi. De amikor Németh Szilárdra néz, akkor mindig úgy érzi, hogy ez a munka még nincs elvégezve. Hát egy Németh Szilárd az valami más nagyságrend. Egyébként a Judith Sargentini asszony is egy ilyen nagyon súlyos megvilágító erejű élményt képzett az én szememben pár nappal ezelőtt, amikor láttam, hogy amikor megszavazták a Sargentini jelentést, akkor Sargentini asszony ott állt az EP-ben, és ott körbeállták és tapsolták. És így Sargentini asszony így kihúzta magát, és így dagadtak ebből a büszkeségtől. De így látszott rajta, hogy ezt megcsináltuk. És így mit? Mi a faszt? Lett bármiféle következménye? Jó volt ez bármire? És hogy tulajdonképpen ebben kifejeződik az egész 21. századi történelem. Hogy
itt történt valami média, szimbolikus... Média esemény. Igen, szimbolikus az életünkre, a hétköznapjainkra, a joggyakorlatunkra, a hatalmi berendezkedésünkre, a kultúránkra semmilyen hatás nem gyakorló esemény, hogy valamilyen szavazást így megrendeztek, és akkor ott elmarasztalták valakik, Magyarországot, és akkor valamilyen papírra, valahol ezt ráírták, és aztán rápecsételtek, és akkor ennek rendeztek egy olyan média külsőséget, mint hogyha ez az esemény, ez valóban megtörtént volna, valóban esemény lett volna. Valójában nem történt semmi. Semmi nem történt, és aztán eljátszották, hogy na most Orbán Viktor meg. Most körülbelül annyira ijedhetett meg ettől a szargentini jelentéstől Orbán Viktor, mint mondjuk a kapitalista nyugat, amikor mi kifejlesztettük a magyar narancsot, ami kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. Igen, és na most a kapitalisták most összefoshatták, mert nem lennék a helyükben. Várj, de hát ezt is tudod, most közhelyet mondok, de igaz, mint a közhelyek többsége. Tehát ez a szargentini jelentés viszont... kurva jó kis, hogy nevezik ezt, táptalajt, vagy anyagot adott a propagandának. Tudod? Hát igen, ezzel volt el az egész, jó volt. Az egész NER sajtó, tehát a Sargentinit szinte, mint ha meg is fizették volna, hát ez hogy csinálja ezt, vágod. Mindenki tökéletesen tudta használni ezt. Csak mi ránk emberekre nincs semmilyen hatással. Hát a Sargentini, meg az európai liberális, meg az európai baloldal, az remekül tudta használni arra, hogy na hát most körbe hordozzák, hát ha nem is Orbán Viktor fejét, de egy ilyen papírmasé fejet, ami olyan, mint az Orbán Viktoré. A NER sajtó is kiválóan tudta használni, mert hát itt ostrom folyik. Itt sértik és támadják a magyarok szuverenitását, ami jelzem, hogy minden esetben Orbán Viktor szuverenitását jelenti. Szóval, hogy ez mindenkinek jó, és ez ugyanolyan, mint amilyen a füstgránát. Tudod, a füstgránát. Erről már valahogy... A fegyőre eldobta. Igen, na most erről az elmúlt... Eldobta. Elmúlt... hónapokban, vagy mondjuk két hónapban, amióta előkerült ez a füstgránát, gyakorlatilag nem volt szó. Vagy csak egy hónapja? Hát egy-két hónapja. Nem volt szó, hogy mi ez a füstgránát. Micsoda a füstgránát. A füstgránát az nem fegyver. Senkiben semmiféle ártalmat, sérelmet nem képes okozni. De lelkit igen. Hát nem, megijedsz tőle, nem? Kiszáll a füst. Lehetne az mustárgáz. Nem könyvás jön belőle. Tehát akkor tisztázzuk, hogy mi a füstgránát. A füstgránát az egy hangulatkeltő eszköz, amit szurkolók használnak arra, hogy a szektorukban jól érezzék magukat, meg élményt keltsenek, meg azt érezzék, hogy na hát most azért oda tettük magunkat, tudod? Tehát hogy a drapérhiákat is szeretik, meg a füstgránátot is szeretik, de hogy ez valójában, ez nem egy tényleges, még csak nem is egy tényleges pirotechnikai eszköz. Még csak az sem. De média eszköz. Tehát valójában? A Győr András, Fekete Győr, a Fegyőr, ugye, népszerű nevén, bár szerintem egyébként ez egy szarpoén, eldobja a füstgránátot, és megy nyilatkozni. Érted? Jó, de tudod, egy füstgránáttal... Eldobtam a füstgránátot, forradalmár vagyok. Tehát egy füstgránáttal megdobnak téged, még te mondta, dob vissza kenyérrel. Mint hogyha egy ilyen üres, üdítős dobozzal így megdoblak. És akkor mi fog történni? Megsértődök. Tehát kénytelen leszek beleírni az 5 pont közé, hogy Farkas Attila Mártonnak a túlóráit az csökkentsék. Hát, hogy arról van szó, hogy a média aktus, a média gesztus erejéig azt az élményt lehet kelteni, hogy Fekete Győr András megdobta a rendőröket. Tudod, hogy ő a Black Block. De hogy valójában nem. Valójában nem. Na de valójában egy szórakoztató, ez hangulatkeltő világos eszköz odadobott a rendőrökhöz. És mi történt? A NER sajtó, pontosan ugyanaz a hatásmechanizmus, mint a Sargentini asszonynál, érted? Eldobott egy ilyen szart. Nem ér semmit. Aztán ment nyilatkozni a nagy forradalmár, érted? Lófasz az egész. Mi történt? A NER sajtó tele volt vele, hogy a szélső balos terroristák Budapesten. Érted?
szélső bal ilyen hülyeséget, a Momentum, mint szélső bal. Hát egyrészt nem tudják, mi az a szélső bal. Magyarországon az kb. Két asztaltársaság, ilyen pincehelységekbe. Ott vannak ilyen anarchokommunisták, de azok se azért olyanok, mint a nyugaton lévők, mert én még nem láttam őket kimenni az utcára, azért molotov koktél dobálni. Tehát szélső, a szélső bal, ugyanazok, akik 19-be. A Samueli gyerekek, Fekete Győr András, ilyen fasságokkal volt el a NER sajtó, érted? Tudod, van két legitim út. Az egyik legitim út az az, hogy te vagy a Black Block. Nem elbábozod magaddal, meg egy füstgránáttal, hogy te vagy a Black Block, hanem hogy te vagy a Black Block. Az azt jelenti, hogy megrohamozod a rendőröket, igen, szétcsapod őket. Abból, hogy te vagy a Black Block, az a avatott szemlélőnek, nem az egyszeri nyugdíjasnak, az avatott szemlélőnek onnan derül ki, hogy husángok vannak nálad, és nem füstgránát. Tudod? Vagy egy törött üveg. Vagy egy boxer. Vagy egy baseballütő, vagy egy molotov koktél. Ezek a Black Blocknak az eszközei. És ez az az igazság, hogy ez az út, én nem támogatom, meg én nem akarok ilyesmiben részt venni, de ez az út, ez egy legitim út. Mert akik ezt csinálják, azok vállalják az ezzel járó kockázatot. Tudod? A másik út, az a békés ellenállás útja, az a blokád, meg a munkabeszüntetés, strike, ez a Mahatma Gandhitól tanult ellenállás. Hát volt már ő előtte is, de értem. Na igen, tehát hogy ez a két út van. És bármelyik út, az igazság, hogy bármelyik út legitim. Én az utóbbiban hiszek. De hogy amit a Fegyőr csinál, az egyik sem. Az a Black Block látszatát keltő szemfényvesztés, ami, hogyha jól sikerül, és jó média aktussá válik, akkor majd mások is dobálják a rendőrt. Tudod? Itt ez valójában... Azok viszont nem füstbombával, és azokat meg lecsukják a picsába. De nem, hát erről szól, hogy gyertek utánam, itt megyek elől, és dobom a... Mit is? Tudod, a hangulatkeltő eszközt? Tudod, dobom. És hogy valójában... Ez egy szemfényvesztés. Tehát vagy legyen meg bennük a bátorság, hogy megtámadják a rendőröket, és álljanak ki velük egy az egybe, ahogy a Black Block teszi. Ez egy út, ez egy választás. Vagy álljanak ellen békés módon. De szerintem ez a leggyávább és a legalattomosabb bújtogatás, amikor elbábozod, eljátszod az erőszakot, az erőszak külsőségeit, de valójában semmilyen kockázatot nem vállalsz. Minden esetre a rendőrök megdobása az egy erőszakos média gesztus. Nézzük meg a jobb oldalon ugyanezt. Annak idején beszéltünk Héjas Iváról. Amikor még írtam publicisztikákat, írtam egy cikket, beszéltünk itt az apu. Ugyanez, Robi. A Héjas Iván, tök mindegy, hogy mekkora gazember volt, vállalt kockázatot. Érted? Az egy bátor ember volt, az vállalt kockázatot. Akik írnak róla, érted? Így a Héjas, úgy a Héjas, mekkora vitéz. El tudod képzelni, hogy azok elmennek komcsikat akasztani saját kezűleg, meg beásni a orgoványi ingoványba, bazd meg a izéket, a zsidó komcsikat, meg elmennek a felvidékre gerilla akciókat szervezni a csehszlovákok ellen. Érted? El tudod ezt képzelni mondjuk kiről? Megadja Gáborról, mondjuk, most ő jutott eszembe, vagy bárkiről, a 888 kompániájából bárkiről, érted? Tehát, de figyelj, a másik meg, hogy de lehet, hogy jobb is, tudod? Azért én értem, a 20. századnak megvolt a ezzel járó kockázat. 20. században, bocsánat, megvolt az ezzel járó kockázat. De ott vannak a hullahegyek. Tehát ha már itt tartunk, nevetséges ez a 21. század, ez a média politika, vagy ilyen médiatizált társadalom, és minden média, és megvan az antikrisztusi aspektusa, meg a démoni aspektusa, de legalább hullák nincsenek. Érted? Kutyakomédia, ilyen illúzió. Tudod, ez az illúzió. Olyan, mint az ilyen becsapós filmekben. Most megnéztük megint a barátnőmmel a 9 királynőt.
Emlékszel az argentin szélhámosokra? Vagy a Maverickre? Tehát tudod, ez a semmi nem az, aminek látszik az egész izét, csak színház meg komédia, amit szélhámosok csinálnak. Tehát csak nem annyira szórakoztató a fegyőr meg a társai, mint mondjuk a Maverickbe a Mel Gibson, vagy az egyébként ez a Kilenc királynő egy nagyon kiváló argentin film, ilyen kb. 20 éves már, amikor az argentin válság volt, vagy az időtájt csinálták, vagy akkor játszódik minden esetre. Ilyen dupla csavaros, tripla csavaros szélhámosokról szóló film. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Na, tehát ilyesmi ez az egész médiapolitizálás. Na, de mit állítanál ehelyett? Hát állítod azt, hogy mondjuk a szavaknak legyen jelentése, erről beszéltünk. Ha azt mondom A, az legyen A, és nem B, vagy C, vagy bármi. Ha erőszakos vagyok, akkor legyek erőszakos. Világos. Ha békés vagyok, akkor legyek békés. De ne játsszam el, hogy erőszakos vagyok, miközben gyáva vagyok, és nem békés. Á, precíz. Precíz. Egyébként figyelj, mit szólsz a Népszavához, ha a sztrájkról van szó? Hát írtak egy cikket, hogy az Audi gyár sztrájkja az Európát is lassíthatja, megbéníthatja. A szociáldemokratának nevezett Népszava. Hát igen. Érted? Igen. A szakszervezetek lapja. Ő még, a Népszava még mindig a 90-es években tart. Tudod, ez a neoliberál, tehát még mindig Lengyel Laci bácsi, ott osztja az észt. Olvastad, amit Lengyel Laci bácsi írt a minap a Népszavába? Hogy a antiszemita, rasszista, csűrhe Párizsba sárga mellényesek. Antiszemita, rasszista, szélsőjobboldali ilyen jelzőhalmozást. Érted? A kis szürke kardigányába el tudom képzelni. Érted? Ilyen félhosszú, de már ilyen ritkás hajával, hogy így írja, tudod, és még mindig 1992-be tart. Amikor még az Antal kormány is faskó volt. Vágod? Igen. Kéri Laci bácsi, Lengyel Laci bácsi. De és a Népszava, ez a lap, most ott volt, tehát amikor oké, elolvastam ezt a Lengyel Laci bácsi cikket, vicces volt, szar volt, fos volt. Jó. Most olvasom ezt, érted, hogy sztrájk ellenesek, ők az Orbán ellenes szocdemek. Népszava. Több mint 100 éves lapról van szó. Ennyi? 120 éves. És sztrájk ellen, nyomatják ezt a neoliberális dumát. Tehát bazd meg, ez egy skanzen. Ezeket a figurákat, ezek úgy élnek, mint elmész Szentendrére, érted, és akkor ott vannak ilyen parasztházak. És akkor ott van ilyen panoptikum, igen, ilyen viaszbábuk, meg ez, és ilyen a Lengyel László, meg a többi. És Népszavának hívják a skanzent. Itt őrzi, de Gálvölgyibe azon miért nem ír oda? Vagy miért nincs heti-hetes papi ott a Népszavában? Ott a hócipő. Érte? Tényleg, ha persze. De az még létezik? Igen. Tényleg rólad is írtak nemrég valami. Szatirikus kétheti lap. Szatirikus kétheti lap. Engedd meg, hogy felolvassak neked egy idézetet. Szilvai Gergely idézi Gilbert Keith Chestertont. A katolikus ebből írót. a tradicionalistáknak a koncepciója az felviláglik. És arra gondoltam, hogy erről esetleg beszélhetnénk. Hogy jó. Ez, jó. Tehát így hangzik. Hát Chesterton egyébként egy értelmesebb ember volt, mint a tradik, de mondjad. Van az a mondás a modernek részéről, hogy az órát nem tekerheted vissza. Az egyszerű és nyilvánvaló válasz az, hogy de, visszatekerheted. Az órát, mint hogy emberi alkotás, bármikor vissza lehet állítani, újjunkkal bármely órára. Ugyanígy a társadalom lévén emberi alkotás rekonstruálható bármely olyan terv szerint, amely valaha létezett. Ezt Chesterton a progresszivisták gondolkodásmódjára írta, nem? Szerintem tragikus tévedés az, amit itt ír. Még ha te kedveled is a szerzőt. Hát egy könyvét olvastam, ember, aki vasárnap volt, de az egyébként egy jó vicces. De szóval, hogy ez tragikus tévedés. Tudod, hogy a társadalom lévén emberi alkotás bármikor rekonstruálható bármely állapotában. Szerintem Chesterton biztos, hogy nem ezt hallotta. Szerintem ez Chesterton... Szilvai Gergely így idézi. Várjál, Chesterton, szerintem ezzel... Tehát amennyire én Chesterton, ő egy katolikus, abszolút konzervatív író volt.
és nagyon nem szerette a forradalmakat, és nagyon nem szerette ezt a balos társadalom mérnökösködést. Hát ez átjött. És szerintem ezt az ellen írta. Hogy hát azok értem, hogy az ellen, én értem, hogy az ellen írta, de ez egy jobbos társadalom mérnökösködés, bassza meg. Tudod? De nem érted? Szerintem ez az idézet arról szól, hogy ő mivel nem ért egyet. De, na jó, hát akkor... Tehát, hogy leír egy olyat, hogy így gondolkodnak a balosok, ez az, amit a, vagy a társadalom mérnökök általában, ez az, amit a Robi felolvasott, és ezzel nem értek én egyet, és a Szilvási, az kicsoda egyébként? Szilvai Gergely. Szilvai. Hát ez egy ilyen mandíneres, tradicionalista. És szerintem ő ezt így kiszedte, és kontextusából, na, érted? Hát lehet, de miért ne lehetne, hogy a Chesterton esetleg ezt mondta, vagy ezt gondolta? Nekem, akárhogy is. Jó, figyelj, utána fogok nézni, de nekem ez így nagyon fura és nagyon idegen a Chestertoni gondolkodástól. Akárhogy is. Ez, de magáról a gondolatról beszélhetünk, tudod, mert sokan vallják így egyéb iránt. Tudod, én azt gondolom, hogy a történelmet egy koncepció mentén előre pörgetni, vagy egy koncepció mentén visszapörgetni egyaránt tragikus kísérlet és kilátástalan. Hát meg nem is lehet. Tudod. Nem meg lehet. Egyáltalán kitalálni, hogy majd ez merre folyik, vagy, mert hogy alapvetően abból, hogy visszatekerem a történelmet, vagy vissza akarom tekerni a történelmet, az abból fakad, hogy én nekem az a koncepcióm, hogy ez rossz irányba tart. Nem akarok oda menni. Vissza akarok menni oda, ahol még jó volt. Tudod? De hogy valójában nem tudjuk, hogy hova tart. A kommunistáknak erre a bizonytalanságra, hogy nem tudjuk, hova tart a történelem, az a válaszuk, hogy akkor meg kell írni. Meg kell írni, le kell gyártani. El kell tervezni, le kell gyártani. Meg kell tervezni, igen, és akkor oda, igen, kell juttatni. Ja, ja, ja. És a jobboldali tradicionalistáknak meg az a válaszuk rá, hogy vissza a pörgetni. Vissza a középkorba. Aha, aha. És hogy valójában egyik sem lehetséges. És mind a kettőnek tragikus következményei vannak, vagy lesznek. Tehát ez, hát kapásból, figyelj, ez óhatatlan. Kapásból, ugye? Tehát, eleve nem úgy emberi alkotás a történelem, meg a társadalom, nem úgy emberi alkotás, mint egy óra. Legfeljebb akkor, ha a kommunisták csinálják. Akik tényleg egy tervrajz szerint megalkotják. Na akkor olyan. De hogy valójában, amikor szerves, amikor organikus egy társadalom fejlődés, akkor az nem olyan, mint egy óra, amit emberi alkotás is vissza lehet tekerni. Az a név mond neked még valamit, hogy Csikós Nagy Béla? Ő egy ilyen sztár közgazdász volt az államszocializmusban a Kádár korszak alatt, de ő már a Nyilasoknak is írt szakemberként. Nem volt ilyen szélsőséges, mint antiszemita náci, ő kereste mindig azt a társadalmat, azt a politikai berendezkedést, azt a rezsimet, ahol, ami támogatja a tervgazdálkodást. Tudod, hogy a gazdálkodást megtervezzük. És ugye írt egy könyvet még talán a háború alatt, de hát ugye háborúban álltunk a Szovjetunióval, de neki úgy tetszik is a tervgazdálkodás, ő akkor még a szélső jobb oldalon volt, és hogy ki kell találni, hogy a ruszkiknál miért nem sikerül, és akkor azt írta annak idején, hogy a tervgazdálkodás maga az oké, csak a szlávok nem értenek karakterük alapján a tervezéshez. De aztán később az egész Kádár korszak alatt benne volt itt a tervezésben. Na most visszatérve erre az egész tervezés dologra, a tradicionalizmus, nézd, két dolog van. Az egyik a hagyományőrzés, a másik a tradicionalizmus. Ugye a kassai barátunknak van egy mondása, nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem regresszusról van szó, nem az óra visszapörgetéséről, mert az úgy is lehetetlen, hanem azoknak a tapasztalatoknak egy aktuális, modernizált, az adott szituációhoz való illesztéséről, egy adaptációról. Érted? És például, most ez kurva tanulságos volt, legutoljára, amikor dumáltam vele ezért telefonon, akkor mondott nekem egy példát. Attila azt mondja, te lovas íjász edzések alatt engednéd-e a mobil használatát? Hát ugye nekem rögtön az, hogy lovas íjász edzések a mobil használatot, hát pú, hát hol, hát nem, hát milyen? Szóval ő azt mondja, hogy mindenki így válaszolt,
ő kötelezővé tenné, ha már van egy ilyen technikai eszköz, vegyék fel az edzést, és nézzék vissza, és így jobban látják a hibáikat. Érted? Ezt úgy nem is gondolná az ember. Most ezzel szemben a tradicionalisták, már akik még nem nőtték ki, azok visszaporgatnák az órát, az a regresszus. Na de abban nem gondolnak bele, hogy mondjuk ők is használnak okostelefont, meg internetet, meg Facebookot, és ott nyomatják ezeket a fasságokat, érted? Pedig, hogyha azt a társadalmat rekonstruálni akarnák, akkor a technológiai rezsimmel is le kéne számolni, mert a technológiai rezsim, meg a gondolkodásmód, meg az életforma, azok elválaszthatatlanok de egymástól. De ez hogyan történne? Jönne egy élcsapat, egy forradalmi élcsapat, amelyik bezúzna az összes telefont, be kéne szolgáltatni a telefonjaidat, meg a iradás technikai eszközeidet, azokat így elpusztítanák, hát nem ugyanaz a művelet lenne, mint amit a kommunisták végeztek. Pol Pot Kambodzsájában még a vízvezetékeket is szétverték, ma az is burzsuá volt. Hát, ez a, ja. Szóval, hogy ez valójában nem pont a kommunisták állnak így a társadalomhoz, hogy a társadalom valójában egy emberi alkotás, és mint ilyen konstruálható, dekonstruálható, rekonstruálható, átszabható. Ja, ja, ja. És a genderisták, ha már a gondolkodásmódnál tartunk, ugye, a neo-neo bolsevizmus voltak éppen kulturálisan. Érted? Az ember az nem kondicionált. Az nem biológiai lény, az merőben társadalmi lény. Az egy történeti konstrukció, a nemiség egy történeti konstrukció, minden történeti konstrukció, ergo az emberből azt csinálunk, amit akarunk. De hát amikor beszarik a kísérlet, hát akkor meg gebasz van. Persze. Hát igen. Apropó, rég gendereztünk, mert most így elmerültünk a legutóbbi időben így a NER posványába. Most van egy nagy fölháborodás az Egyesült Államokban, és átterjedt ide is, hogy a demokraták elfogadtattak, nem is tudom, azt hiszem New York államban egy törvényjavaslatot, hogy amennyiben az anya életét veszélyezteti a csecsemő, vagy rendellenesen születik, akkor születés után is lehet abortálni. És most kurva nagy vita van ezzel ennek kapcsán. Érted? És akkor itt a keresztények, meg a konzervatívok, a kettő nem feltétlen fedi egymást, bár van közös halmaz, azok azt mondják, hogy most léptek át az Egyesült Államokba, egyes államokba egy határvonalat, mert innen már nagyon fluid, nagyon flexibilis, tudod, hogy mit jelent az, hogy kockáztatni az életét, meg mit jelent az, hogy rendellenesség, és akkor innentől kezdve. És nekem eszembe jutott Philip K. Dicknek, a legnagyobb valaha élt amerikai science fiction írónak az Előszemélyek című novellája, amit ő még a 70-es években írt, és utána a feminista szervezetek megfenyegették őt. És az arról szól, hogy addig, amíg a gyerek nem képes bizonyos matematikai műveletek elvégzésére, és ez nagyjából 7 éves kornál lőhető be, addig előszemély. És addig abortálható. És akkor a szülők elmennek egy délután kirándulni, vagy mit tudom, és a gyereket otthon hagyják, és akkor ez egy jelzés a sintértelepnek, és akkor kimegy a sintérautó, és akkor begyűjtik a gyerekeket, elviszik egy ilyen, hát egy ilyen kórházszerű valamibe, és 30 napig még értük lehet menni, és utána kiszívják a levegőt a tüdejükből. És a Philip K. Dick ezt olyan hátborzongató, realisztikus módon írta meg. Tehát vannak egyházi tiltakozások. Vannak abortusz ellenes aktivisták. Az egész egy ilyen akcióról szól, hogy egy matematikus beül, hogy őt is abortálják. Mert nem tud magasabb matematikai műveleteket, és akkor kijön a sajtó, és bezárják azt a sintértelepet. Tehát megnyertek egy csatát. Aztán emigrálnak Kanadába a végén. Tehát, hogy ilyen, tehát úgy van megírva az meg, hogy tudod, nem azzal a szélsőséges túlzással, amit nem hiszel el, hanem úgy, ami az meg, ami így lejátszódhatna bármikor. Nagyon kemény. Nagyon kemény.
engedd meg, hogy a Nőklapja Caféról egy cikket felolvassak. Remélem, hogy ütős lesz. A kis zoomer szülei azt szeretnék, ha gyerekük elfogadó és magabiztos felnőtté cseperedne. Épp ezért rábízzák, hogy eldöntse, milyen nemű szeretne lenni. Azt, hogy zoomer nem semleges gyerekként fog felnőni, már jóval a születés előtt eldöntöttük. Idézi a New York Post amerikai bulvárlap Kyle Myrelt, zoomer édesanyját. Az asszony és párja, Brent, azóta is kitartanak elhatározásuk mellett. Gyerekük születése óta senkinek nem voltak hajlandóak elárulni, hogy zoomer fiúnak vagy lánynak született-e. Még a saját szüleiknek sem. Hát a nagyszülők nem tudják az unokájukról, hogy milyen nemű. Nehogy nemi sztereotípiákat erőltessenek a gyerekre. Folytatom. Nyilván meglepő, de nem ők az egyetlenek, akik így döntöttek. Az Egyesült Államokban több mint 250 millió olyan család él, ahol a gyerekek zoomerhez hasonlóan nem semlegesek, vagyis csak a szüleik tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. Szüleik kivétel nélkül így vélik, gyerekük neme nem tartozik senkire. Egyrészt ne ennek alapján várjanak el tőlük bizonyos viselkedést, vagy megfordítva, ne emiatt ítéljék el őket. Csak hogy egy példát hozzunk a nem semleges környezetben cseperedő kisfiúra, nem fognak rosszallóan nézni az óvónői, ha az óvodai farsangon hercegnőnek szeretne öltözni. Ahogy nyugodtan járhat rövid hajjal és játszhat autókkal az a kislány is, akinek neme rejtve van gondozói előtt. Szerintünk zoomer neme semmivel sem hordoz több információt az ő személyiségéről, mint az, hogy két lába, vagy épp két füle van. Magyarázza Brent Meyer, aki pontosan tudja, hogy zoomer, vagy Z, ahogy szülei hívják, egy idő után érdeklődni fog a nemek iránt, sőt, be is sorolja majd magát valamelyikbe a két nem közül. Azt szeretnénk, ha erről minden kényszer nélkül ő maga dönthetne. Szeretnénk, ha rájönne, hogy nem a neme az, ami meghatározza azt, hogy ki ő, és így sokkal elfogadóbb, nyitottabb és magabiztosabb felnőtt lenne belőle. No, tehát hát 250 akkor... ezer olyan család van az Egyesült Államokban, amelyik nem semlegesen neveli a gyerekét. Az igazság az, hogy ez egy brutális abúzus. Fura, mert nem így gondolunk az abúzusra. Ez világos. De hogy valójában nagyon is az. Hát persze. Hát persze. Láttad a 10 éves modellt? Instagram? Tele van. Egy 10 éves ilyen transznemű, hát fiú, lány, hát ezeket már én nem tudom. Szerintem nem, valaki. Szerintem nem transznemű. És oké. Okay, szerintem csak így lett eredet, nevelve. Így van. És ilyen izéket, fotókat csinálnak róla, tudod? Ilyen filmesztelen, meg ilyen erotikus fotókat. Meg. Tehát ezt lehet, bazd meg. De ha te adsz egy pofont a izének, a kölyködnek, akkor le is csukhatnak. Érted? Ha egy 22 éves középiskolás tanárnő lefekszik a 17 és 3/4 éves tanítványával, bazd meg lecsukják börtönbe, ilyen szarokat meg államilag propagálnak. Most érted, ezek milyen tendenciák? De most mi ezen kiátkozódhatjuk magunkat, nekem ez nem tetszik, undorodom tőle, félek tőle, fölháborít, és tennék is ellene, ha tudnék, de ezt mi végigpofáztuk azért nagyjából itt az apun kurva sok alkalommal. Amit viszont nem beszéltünk meg ennek kapcsán, vagy illetve csak nagyon-nagyon érintőlegesen, 250 ezer emberről beszélsz csak az Egyesült Államokban, ha igaz ez a statisztika természetesen, persze azért a sajtónak nem lehet mindent készpénzként venni, amit leírnak, akkor amiről érdemes lenne beszélni, hogy mi van akkor, bármennyire is utáljuk és gyűlöljük és fölháborodunk, mi van, hogyha ez egy evolúciós szelekció? Tehát kialakul egy másik faj. Mondjuk. Nem alakul ki másik faj, csak nyomorult, sérült, szerencsétlen, a nemi identitásukban elbizonytalanított, tönkretett, kisemmizett
brutális emberkísérletnek alávet egy embereknek a tömkelege képződik. Ha? Nem új faj. Biztos vagy benne? És tudod, ilyenkor jut eszembe az, hogy baszki, döbbenetes, hogyha egy kis motorkerékpárt akarsz vezetni, ahhoz kell egy vizsga. De egy gyereket akarsz fölnevelni, az bazd meg, ahhoz nem kell semmi. Az bárkinek lehet. Arra már is alkalmas vagy, hiszen tudtál baszni. Az örökbefogadáshoz ugye? Nem? Baszni! És hát ha tudtál baszni, lökni, aztán elmenni, hát akkor biztos, hogy alkalmas vagy fölnevelni egy gyereket, ki zoomert. Igaz? Értem, amit mondasz. És tudod... Csak egy... Azt képzeld el, hogy van egy... Képzeld el, hogy a nagyapja vagy valakinek, bazd meg, és nem tudhatod a nemét. Világos. Viszont egy gondom van ezzel, amit mondtál. Ez, hogy pusztán csak az elég a gyerekneveléshez, hogy te fölcsináltál valakit, és ez így nem jól van, ha jól értem, kéne valami szülői jogosítvány. Ezzel egy gond van. Ha ezeknek a szörnyetegeknek kerül a kezükbe a hatalom, akkor a konzervatív szülőnek nem fogják megadni az engedélyt a gyereknevelésre. És tudod, és ilyen kezdemények vannak. Csak értsd meg, hogy te hallottál-e a norvég gyerekjóléti szolgálatról, ahol elveszik a gyerekedet, hogyha mondjuk túlzottan keresztény módon neveled. Értsd meg, hogy a mert az homofóbia, meg a faszom tudja. De értsd, hogy a konzervatív álláspont is folyamatosan egyre szélsőségesebb lesz ennek nyomán, és az is elviselhetetlenül fasiszta lesz a 21. században. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezek az precedensek, meg ezek az esetek, meg ezek a tendenciák, ezek egyre szélsőségesebbé teszik, és egyre fanatikusabbá teszik a principium fasisztákat is, tudod? Most a genderfasizmus, ahogy egyre szélsőségesebbé válik, az ugyanúgy termeli ki a maga szélsőségeseit a másik oldalon. És mi van a normális emberekkel? Mert jó lesz, hogyha eldöntik, hogy melyik oldalra szegődnek, tudod? Tudod, ez a szörnyű. Hogy nincs harmadik alternatíva. Nincs Churchill, csak Stalin és Hitler, basszak. Jó, mi? Igen. És az a félelmetes, hogy mi történik, ha mondjuk, mert hogy ez, értjük, hogy mire képződött ez, ha mondjuk a gyerek mondjuk transznak születik. Mondjuk a 250 ezer, itt meg is lehetne vonni a statisztikát, mert ez minden adattal rendelkezünk, hogy a 250 ezer gyerekből Amerikában, mert ez 250 ezer család, tehát nyilván több gyerekről beszélünk, na mondjuk 300 ezer gyerek mondjuk, 300 ezer gyerek Amerikában, ezek közül hány transznemű? Mondjuk 300. Vagy 1500, legfeljebb. Kb. Na most annak az 1500 gyereknek, aki tényleg transznemű, annak lehet, hogy ez nem egy rossz nevelési elv, tudod? Na de mi lesz a többivel, bassza meg? Akik sokkal-sokkal többen vannak, és akiknek teljesen világos a nemi identitása. És ők így minden nap tegyék föl maguknak a kérdést, hogy hát fiú vagyok? Vagy lány vagyok? Hát... Nem is tudom, mert a babák is tetszenek, a kis autók is tetszenek. Hát akkor dönts a faszról vagy a pináról, fiam. Hát úgy egyszerűbb lesz. Hát, ahogy ezt a faszt elnézem, hát, tudod, ez a szörnyű, hogy... Most ezeket hogy a dumáidat a Horváth Csaba kivágja, és majd benyomja a előválasztáson. Ez a Puzsér. A Vágó István kiteszi majd sorba a Facebook oldalára. Ezer röhögtök mi, amikor filozofálunk, meg kusba vagytok. Na mondjad, és mi van ez? Szóval arról van szó, hogy ha mondjuk tegyük fel, meleg gyerek születik, és ráerőltetik azt a nyomorult férfi sztereotípiát, tudod, hogy te férfi vagy kisfiam, így mi történik? Fiúként nevelkedik, hát gúnyolják, ha babázik, tudod, és ez persze traumatizálja, aztán 9 vagy 20 éves korában elmondja a szüleinek, hogy hát
Anyuci, apuci, én nagyon szeretlek titeket, én meleg vagyok, és fölhoznám a barátomat vasárnap ebédre. És akkor a szülők erre mondanak valamit, tudod? Nem vagy a fiam! De igen, igen, igen. Elsőre lehet, hogy ez a reakció, aztán nem tény, 2 vagy 3 évvel később megnézed őket, már mindenki így tulajdonképpen elfogadta a dolgot. Tudomásul vette. Most mit lehet tenni? Tudod? De hogy valójában akkora trauma az, hogy melegként te férfi sztereotípiák közé vagy kényszerítve, és autóval kell játszanod, és hogyha babázol, akkor kigúnyolnak, hiszen akkor jössz rá, ezekből jössz rá, ezekből érted meg, hogy meleg vagy. Én értem, hogy a gyerekek azok kegyetlenek, és hogy ez egy traumát tud okozni. Na de hát ez a 300 ezer gyerekből mennyi lehet meleg? Vagy leszbikus, érted? Ne. 1000, 2000, 3000, 4000, érted? És mi van a további 296 ezerrel? Hát azok... Akik heteróként nőnek fel teljes nemi elbizonytalanításban. Robi, az van, amikor fölmentem hozzád legutoljára, és mondtam, hogy milyen fasz a szövege van a Cseh Tamás Shakespeare William című számának, ami még a Műcsarnok című lemezen van. És ugye ott mit mondott, hogy van a szövege? Hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. Tehát úgy ugye púpos szörnyeteg volt a harmadik Richard. Az eredeti valószínű nem, az a Shakespeare szemét volt, mert a Tudorok javára írt át a történelmet, de ugye de valami fontosat elmondott az de emberről. De valami fontosat elmondott az emberről, így van. És ugye a púpos szörnyeteg, és akkor ugye legelső, a Cseh Tamás száma, ugye a legelső divatfi így lehet, hogyha az egész világot púpossá teszi. Kvázi ez azt jelenti. Hogyha egy gigászi gerinc is hajlik, Richardnak púpja nagy mintát követ. Hát most már arról van szó, hogy nem a normális emberi normarendszer, vagy a kulturális minimumok képezik a normát, tudod? Hanem a deviancia. Hanem a szociopátia. Tudod? És hogy valójában ez a dal arról szól, hogy eljön a kor, ebben a korban írta Bereményi ezt a dalt, amikor a harmadik Richard már minta lesz. Púpjával, mert a púpja az tulajdonképpen a metaforája a lelki torzságának, a lelki eltorzultságának, az lesz a norma. Tehát a szociopátia a norma. Hát ez a korszak. Tehát ő Szabó még Péter, azt mondta... Szabó Péter a tréningjein vállalja, hogy minden alkalommal egy kicsit szociopatábbá tesz téged. Tehát bejössz, és amiki elmegy, az egy kicsit hajlítja a hátodat. Igen, a Cseh Tamás számban van ez a sor, hogy viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerők. Tehát ez a helyzet. És ugye, mert miről szól a dolog? Hogy harmadik Richard azt mondta, hogy mától gazember leszek. És azóta már nem az van, hogy mától gazember leszek, hanem hogy ez a teljesen természetes. Érted? Ezzel lehet csajozni. Eladom az anyámat a gestapónak 500 forintért. És ez egy kurva jó duma. Ja. És visszatérve erre az egész transznemű problémára, tehát hogy van egy icipici kisebbség, aminek én egyébként megértem a problémáit. Tehát nem vagyok transzfób, meg ilyesmi. És de az, hogy az egész kultúránkat átszabni egy kisebbség kedvéért, vágod? Azért az már maga ez a Richard Poop követés. Tehát amikor a világnak hátát hajlítani, és púpos lesz mindenki. Szóval ez ugyanez. Igen. Ez ugyanez. Igen. Igen. A 444 cikke írja. Az amerikai külföldi hírszerzés a CIA vezetése mostantól így néz ki. Gina Haspel, Cynthia Didi Rapp, Elizabeth Kimber, Dawn Meyerix. Ezek kik? Nők. No.
Ez a lényeg, hogy idén januártól csak nők ülnek a CIA legfelső vezetésében. Hát követeljük ma a férfi kvótát. Azért úgy látszik, hogy kvóta nélkül is megy a világ legsötétebb hipermaszkulin erőszakszervezetének az élére kerülés. Nem, innentől már más lesz a CIA, gyengéd lesz, befogadó, békés, a békés harcos útja, lágy, anyáskodó, érted? Hogy valójában ez a ez a kihívás a nők felé, ez valóban szabadabbá teszi a nőket? Hogy mostantól kezdve te is lehetsz ugyanolyan szemét, geci. Szemét, gátlástalan cápavámpír. Igen, gazember, céges gazember, vagy CIA-s gazember, tehát tényleg ez a csúcsragadozó, tudod? Ez a vadállat. Az biztos, bocs, hogy a sorozatgyilkosok klasszikusan férfiak. Ez kétségtelen. Tehát nem is tudok női sorozatgyilkosról a klasszikus kriminalisztika történetében. Mivel hogy? A híres sorozatgyilkosok mind férfiak. Viszont a pszichológusok kimutatták, akik ezzel foglalkoztak, hogy mindegyiknél az anya a kulcs. A sorozatgyilkosoknál. Kivéve annál, amelyik úgy születik, és nincs semmi a sztoriában, ami ezt okozza. Figyelj, aki pszichopatának születik, mert az agyánál ott van az az elváltozás, az nem hozza magával automatikusan, hogy sorozatgyilkos. Abból lehet mondjuk egy kiváló sebész. Igen. Vagy egy jó ügyvéd. Ha jó neveltetést kap. Gátlástalan ügyvéd. Ha jó neveltetést kap. Hát igen. De, tehát sorozatgyilkostól egy kiváló sebészig bármi lehet egy pszichopata. A pszichopata nem azt jelenti, hogy gyilkos. Hát, antiszociális személyiségzavar ez a hivatalos elnevezés. Igen, de tudod, hogyha orvos lesz, hát esetleg meghal a kezek közt ez vagy az a beteg. Hát ilyen előfordul, ugye? A legjobb családban is, ugye? Tehát, de a karrierje, karrierje meg az egója miatt nem engedheti meg. Értjük, hogy jó sebész, mert soha nem remeg a kezem. Én értem, de a pszichopata az ugye az egomániás. A pszichopata egyetlen egy ember iránt érez emberi érzést, az önmaga. A minden pszichopata narcisztikus. Egyik alapvető tulajdonsága. Na most, ha meghal a kezek között a beteg, akkor a karrierjének hát, esetleg... Ha középosztályos vagy felső középosztályos beteg hal meg a kezek között, az igen. De ha a társadalomnak a söpredéke... Elmegy minden társadalomnak... szegény kórházba, és kivégzi a... Sőt, megtisztítja a társadalom minden minden társadalomnak van alja, tudod? És az ilyeneket azért sokkal csekélyebb kockázattal lehet nyírni. Ha az embernek mondjuk erre van hajlama. Szóval... A férfiak, azok sokkal egónehezebbek. Ez így van. A nők, azok sokkal érzelmesebbek. Ezért a nők körében sokkal gyakoribb a neurózis, a férfiak körében sokkal gyakoribb a szociopátia. Ez így van. De mi lenne, ha már van ez a fogalom, hogy szociopátia, ha esetleg arra figyelnénk, hogy ne a szociopaták kerüljenek vezető pozíciókba, legyenek azok akár férfiak, akár nők, mint hogy ilyen egyszerűen vágjuk át a gordiuszi csomót, és azt mondjuk, hogy takarítsuk ki a vezető pozíciókból a férfiakat, hiszen a nők kisebb eséllyel szociopaták. De hát pontosan tudjuk, hogyha rendes kiválasztódási mechanizmus van, már pedig van, a nők között ugyanúgy megtalálhatóak ezek a szociopaták. Tehát most a Hillary Clinton, az micsoda? Hát olyan szép a nevetése. Ja. Egyszer kitettem, a Milo Yiannopoulos osztotta meg, hogy azt mondja, hogy a gonosz nevetése, és egy csomó ilyen híres filmből benne volt, hogy és bazd meg, a Hillary Clinton így röhög. Igen. Igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy női szociopaták is vannak. Igen, léteznek. Csináljunk nekik kvótát, hogy többen legyenek. Apropó, a Hillary Clinton verte át ezt a törvényt, ezt a születés utáni abortálást. Jaj, de jó. Mondtad. Hát jó.
Az index.hu írja. De várjam, a gondolatodat nem fejezted be. Melyiket? Hát, hogy már ők is szociopaták, akkor mi történik? Hát, hogy nők is szociopaták. Most arról van szó, hogy ne az egészséges lelkületű emberekből álljon a cégvezetés, vagy a CIA vezérkar, hanem álljon nőkből, hiszen a nők azok kevésbé szociopaták. Nagy számok alapján. Na de ezzel nem küszöböltük ki a szociopatákat, viszont kurva keményen negatívan diszkrimináltuk a férfiakat, legalább. Aha. Érted? Hogy valójában, hogyha van ez a fogalom, hogy szociopata, esetleg a szociopatákat kéne szűrni, nem a férfiakat. Hiszen tudjuk, hogy a nők között is vannak szociopaták. És hogyha megfelelő kiválasztódási mechanizmust biztosítunk, akkor ők ki is választódnak. És oda kerülnek, és pozícióba jutnak Bangóné Borbé Ildikók képében, vagy az Isten. Hát ő nem szociopata. Á, nem, hát ő rá ezt mondani, feküdjünk le oda, a kurva jól fog kinézni, jaj, a gyerekeim meg ne lássanak, vagyis lássanak meg, hiszen oda kell feküdni, jól fog kinézni, vagyis jaj, nehogy meglássanak, mert megijednek, vagyis nehogy nem, kurva jól fog kinézni, nincs is eldöntve. Tudod, hogy amikor, ki a szociopata, tudod, ne harap, amikor, a Bangúné nem az. Tudod, hogy amikor egy pszichopata vagy szociopata sír, mert képes rá, tehát állati jól mímeli. Ja nem, magát egyébként tudja sajnálni. Mímelik az emberi érzéseket. De nem, hidd el, amikor saját magát sajnálja és együtt érez magával, akkor könnyekig tud hatódni. Másokon is tud, de nem valóságosan, de tud sírni. Tudod? Hát, gyakorolja. Hát replikáns, bazd meg, android, lemásolja az érzéseket, érted? De kurva jó, emberibb az embernél, tényleg. Nekem egyszer volt egy szociopata csajom. Soha előtte, utána nem találkoztam ilyennel. És amikor Puzsérnak beszámoltam a, hát nevezzük így a kalandomról, akkor ő azt mondta, hogy ez izé volt, pszichopata. Mondom, Robi, azért utálom ezt, mert mostanában divat mindenkit lepszichopatázni. És utána olvastam, és minden stimmelt. Tehát most félreértés ne essék, tehát sok barátnőm volt, és sokféle, tehát egyetlen egyszer találkoztam életemben ilyennel. Ahogy azt leírták, de ahogy a tankönyvben le van írva. És állati jól replikálják, érted, az érzéseket. Egyetlen egy dolog az árulkodó, ha sírnak, akkor is fókuszált a szemük. Tehát olyan valaki kinéz a könnyek közül, ilyen, ilyen szemlélődve. Igen. Nálad néha szoktam ilyet látni. Jó is, amikor az embernek a barátja ilyen jó fej. Nem is kellenek ellenségek. Tévedsz, most reklámoztalak, hát ha ezzel több szavazatot nyersz. Engedd meg, hogy Ágoston Balázs, hogyha már akkor hagyjuk a kultúrbalt, a demokrata.hu szerzőjének a cikkéből. Felolvasak néhány. Most jön a kultúr szemelvényt. Gyűlölik, mert volt ereje finom testcsellel, ja kérem, focista, kiszabadulni a magyar ellenes SZDSZ halálos öleléséből. Gyűlölik, mert tudják, hogy mindent tud róluk. Gyűlölik, mert derűs, nyugodt, magabiztos. Gyűlölik, mert sikeres. Gyűlölik, mert sikertelenek. Szabó Péter szelleme megidéződött. Gyűlölik, mert szuverén és magyar. Gyűlölik, mert szolgák. Hagyjuk. Zsaroltak, fogottak, fizetettek. És magyar ellenesek. Gyűlölik, mert rendíthetetlen. Gyűlölik, mert visszapattannak róla, mint Kunhalmi az ajtóról. Gyűlölik, mert a nemzet mögötte áll. Gyűlölik, mert ők szemben állnak a nemzettel, és a nemzet szemben áll velük. Gyűlölik, mert tartása van. Gyűlölik, mert gerinctelenek. Gyűlölik, mert nem fél korrigálni. Gyűlölik, mert képtelenek önvizsgálatra. Gyűlölik, mert nem törődik velük. Gyűlölik, mert magába szippantotta őket a monomániás bénító gyűlölet. Gyűlölik, mert tehetsége bátorsággal párosul. Gyűlölik, mert tehetségtelenek és sunyik. Gyűlölik, mert álhatatosan járja útját. Gyűlölik, mert zsizsegve, nyüzsögve, kétségbe esetten futkosnak értelmetlenül.
Én nem hersegnek, mint a férgek. Gyűlölik, mert 30 éve vív. Gyűlölik, mert semmivé morzsolódnak a percek, és szétfoszlanak bennük a percemberkék. Gyűlölik, mert valaki. Gyűlölik, mert senkik. Gyűlölik, mert alázatát és kitartó szorgalmát meggyőződéses ürességükön lötyögő nagy mellényük nem tudja kikezdeni. Gyűlölik, mert két lábbal áll a földön. Gyűlölik, mert fantaszták és utópisták. Gyűlölik, mert őt igazolja a valóság. Gyűlölik, mert nem tudnak szabadulni zaklatott rémálmaik fogságából. Gyűlölik, mert a cipője sarkáig sem érnek. Gyűlölik, mert tudják, hogy gyűlöletük reménytelen és önpusztító. Gyűlölik, mert vesztesek. Gyűlölik, mert életprogramjuk a frusztráció és a kudarc, amivel diadalra predesztinálják. Igen, Orbán egy győztes. Hát a neve Viktor. Igen, ez Ágoston Balázsnak a nagyon bátor cikke. Tényleg, tényleg nem keveset kockáztatott ezzel a cikkel, de megírta. Tényleg kurva kemény kiállás. Ez hát, az igazság. Egyébként én szoktam így csodálni a... Hát tudod, beszéltünk a lázadásról. Tehát ez a lázadás új fejezete. Ágoston Balázs új fejezetet nyitott a NER újságírók lázadásában. Neked nem lenne merszed ilyeneket írni. Nem, hát lázadjunk fel a soros terv ellen. Lázadjunk vezényszóra. Ő, neki van bátorsága Orbán Viktor dicsérni. Nem kis dolog. Nem ám, nem ám. Ekkora ellenzékkel szemben, ekkora ellenszéllel. Meg az egész, tudod, az egész Európai Unióval szemben, a soros hálózattal szemben, tudod, az ellenerők hatalmasak. Csak Bogár Laci bácsi tudja felmérni, hogy mekkorák. A háttér hatalma. Igen, és Drábik Jani bácsi. Kár, hogy Szaniszló nincs már. Tehát ő még jobbakat mondana. Mm. Na, és miben inspirált téged Ágoston? Nem, ez, tudod, ez igazából a... Tudod, ez a Majakovszkijnak a Tudod kettesben Lenin elvtársal. Tudod, arra emlékeztet? Az ilyesmi volt? Tudsz belőle? Arcát harsány szó feszíti szét. Ja. Homlok a ráncában az emberiség. Hatalmas homlok, hatalmas ész. Ja, most egy, ja. Egy idézet, tudod? Én azt, hogy ajkát harsány szó feszíti szét, valahogy így. Ja, várjál, az meg másik verse, hogy Uljanov, rövid, ugye Majakovszki ilyen, aki látta a versét esetleg valamikor véletlenül, ma már nem tanítják. Uljanov rövid életet élt, ismerős végig az útja, de Lenin elvtárs hosszú életét meg kell írni újra és újra. Ő egyébként írt ilyet is, Majakovszki, hogy a tavasz várta, vagy mi a picsa a vers, hogy madár elvtárs, jössz te. Tudod, ez a madár elvtárs. Ez csodálatos. Na, helyben vagyunk. Szóval ez, hogy mondjam, ez, de egyébként ő amúgy egy tehetséges faszi volt, és öngyilkosságba kergették. Ja, és buzi volt. Majakovszki, tényleg? Ezt is felhasználták ellene. Na, a sztálini Szovjetunió nem volt genderista. Az macsú állam volt. Maradjunk ennyiben. Visszatérve, tehát, hogy ezt a fajta, nem is tudom, ez végül is egy vers volt, amit te felolvastál, ilyen szabad vers. Igen. Ez a, igen. Inkább egy szerelmes levél. Aha, amilyet Putyinhoz szoktak írni még. Hát a Bolyer Zsolt már írt egyet. Igen. Ez igaz. Tehát, hogy így orosszá igen. Szerette népét. Igen. Putyin! De, azt jelenti, hogy mielőtt a Putyin elkezdte szeretni az oroszokat, azok nem voltak oroszok. Azokat úgy kellett orosszá szeretni. De tudod miért? Elkezdte őket szeretni, és így lettek oroszok. Oroszok. Szóval, hogy mondjam? Van ez a jelenség, ugye? Ez a NER nevű valami.
ami kitermelt nagyon sok mindent. Pontosabban nem kitermelt, figyelj, visszahozott. Ezt konzervált. Nem konzervált. Majd lehet, hogy fog konzerválni, de nem konzervált. Tehát én nekem nagyon-nagyon sok minden a gyerekkori, meg a kamaszkori világomra emlékeztet. Már nem az én saját privát világomra, meg a belső világomra, hanem arra a világra, amiben nevelkedtem. Tehát ugyanazokat a dolgokat látom visszajönni. Tehát azt a mentalitást, azt a gondolkodásmódot. Azt a típusú beszariságot, mert többféle van, de hogy a Kádár korszakban volt egy ilyen nagyon jellegzetes. Azokat a személyzetis nőket, azokat a tanácsi alkalmazottakat, az a pártitkár, TSZ elnököt, tanácselnököt, tehát azokat a figurákat, érted? Azt a besúgós, feljelentős, rendpárti, kispolgári gondolkodásmódot. Nagyon undorító, nagyon-nagyon visszataszító. És tehát ez nem konzerválja basszus, hanem a rendszerváltás után 30 évvel visszatér. Visszatér a 80-as évek. Mert 70-es évek inkább. Érted? Visszatér a 70-es évek. Igen, de hogy valójában nem tér vissza. Valójában nem ért véget hát soha. Hát, azt próbálom magyarázni. Volt egy kaotikus intermezzo. Azért mondom, hogy konzerválja. Mert tulajdonképpen ez a legitim rendszer. Tudod? Nem a 20 év volt az. Hát nem. Hanem ez a legitim rendszer. Tudod, a Martinovicséknak az összeesküvésére emlékszünk, ami már a polgárosodást követelte és diktálta Magyarországnak. Jött a felvilágosult abszolutizmus. Mi volt a válasz a Martinovics összeesküvésére? Az, hogy itt nem lesz polgári társadalom, de átveszünk elemeket a polgári társadalmakból, de azt felülről, egy hierarchiában, abszolútista keretek között fogjuk gyakorolni. Ez a felvilágosult abszolutizmus Mária Terézia és főleg második József. Aztán ezután jött az újabb nagy kísérlet arra, hogy polgáriasítsák Magyarországot. Ez 1848-49-es szabadságharc. Majd jött a dualizmus. Megint próbálták. Igen, amely megint csak mit mondott. Átveszünk elemeket, liberalizáljuk a feudalizmust, de a nagy struktúrákhoz, az alapvető erővonalakhoz nem nyúlunk. Ez azt jelenti, hogy megmarad a nagybirtokrendszer, ez azt jelenti, hogy megmaradnak a hercegi, grófi, bárói címek, nemesi előjogok. Tehát alapvetően megint csak arról van szó, hogy polgáriasítjuk a feudalizmust, de nem számoljuk fel, hanem megőrizzük. Aztán jött az újabb kísérlet Magyarország polgáriasítására, a őszi rózsás forradalom az első világháború után. Az egy kaotikus átmeneti pár hónap volt. Mindegy, az is egy kísérlet volt. A polgári az társadalom, egy összeomlás volt. Polgári nem csináltuk semmit. A polgári társadalom megteremtésére. A válasz ugyanaz lett. Jött a Horthy rendszer, amely bizonyos polgári elemeket átvett, meg bizonyos polgári elemeket a dualizmusból megőrzött, de a nagybirtokrendszerhez nem engedett nyúlni. De a nemesi előjogokhoz nem engedett nyúlni, stb. De vár, ezután jött... Olyannyira, hogy a Horthy rendszer szerintem feudálisabb volt, mint a monarchia. Ez így van. Mint a dualizmus. Ez így van. Ezután jött, mert a dualizmus alapvetően nem volt ellenforradalmi rendszer. A Horthy rendszer meg az volt. Igen. Ezután jött a 1945. Megint egy kísérlet. Ugye 45-ben választást rendeztek a Magyarországon. A koalíciós időszakot mondod, ahol polgári pártok nyerték. Igen, 45-ben választást rendeztek Magyarországon, amit polgári pártok nyertek. 57%-kal nyert a kisgazdapárt. Több pártrendszer, elindult Magyarország polgáriasítása. Jött a... Hát
rövid rákosista átmenet után jött a kádárizmus, amelyik megint csak restaurálta, vagy rekonstruálta a feudalizmus Magyarországon. Egy ilyen pártállami, szocialista köntösben. Panelfeudalizmus. Igen. Egyébként így van. Megint csak, megint a járási elvtársak, a városi, járási, megyei elvtársak vadászatai, halászlépartjai, sógorkoma, ez teljesen feudális volt. Tehát megint csak konzerválta a feudalizmust. És akkor jött a legeslegújabb kísérlet Magyarország polgáriasítására. A rendszerváltás. Ez a 20 év volt. Ez a 90 és 2010 közötti 20 év volt. És menetrendszerűen jönnie kellett a feudalizmusnak. Vissza kellett térni a feudalizmusnak. Végre, ezt Robi, a kísérletet, végre, hogy nem Orbán Viktor egy személyben. Ezt a kísérletet, viszi el a balhét. Ezt a kísérletet Gyurcsány kezdte. Gyurcsány kísérelte meg ezt megvalósítani. Ezt a társadalom kezdte. Gyurcsány kezdte. Gyurcsány volt az, aki a keleti nyitást, emlékszünk, amikor miniszterelnök volt, ő kezdett el Putyinnal haverkodni. Más volt. Tapasztalat ebben az országban, hogy aki ebben az országban be akar rendezni egy autoriter rendszert, annak a támasztéka nem nyugaton van, hanem keleten. Az orosz szuronyokra lehet támasztani egy ilyen autoriter rendszert. Mindig is így lehet. De azért Gyurcsány folyamatosan mászkált nyugatra, vigyázálva, befosva, bokáját csattogtatva mindent, bólogatott és elvégzett, amit ott neki mondtak, érted? A washingtoni holokauszt múzeumban teátrálisan elsírta magát, ami egy politikai üzenet, a zsidókhoz semmi köze, hanem az, hogy kinyaljuk a seggeteket és a uralkodó kulturális, politikai trendeket követjük mi magyarok. Tehát ő ilyen így brüsszelitább volt a brüsszelitánál, noha kétségtelenül ő nyitott először Putyin felé, Orbánék meg akkor éppen basztatták, hogy miért nyit Putyin felé, mi európai ország vagyunk. Jaj, de szép is. Az ilyen. Tehát ez most már, ha jól számolom, az ötödik restaurációja a feudalizmusnak. Az ötödik restaurációja. Ugye a felvilágosult abszolutizmus, ezt követően a dualizmus, ezt követően a Horthy rendszer, ezt követően a Kádár rendszer, és most a nemzeti együttműködés rendszere. Tehát, hogy a francia forradalom óta, hogy a francia forradalom kirobbant, és kvázi megszületett a polgári társadalom, mint eszmény és mint program, Magyarország számára is egy követelmény. Azóta 5 kísérlet zajlott Magyarországon, hogy ezt megvalósítsuk, és mind az 5-nek az lett az eredménye, hogy jött egy autoriter rendszer, amelyik restaurálta a feudalizmus Magyarországon. Hát hadd gondoljuk azt, hogy ez Orbán Viktor nélkül is megtörtént volna. Amikor látjuk a történelmi példákat. Mindig mondtam, Robi, ha Orbán meg se születik, ha a Fidesz megmarad liberális pártnak, vagy nincs is Fidesz, ugyanez bekövetkezett volna. És hogy valójában a magyar társadalom lelkében nyugszik a feltételrendszer ennek. Hát kulturális mintázatok. És azon keresztül a gondolkodásmód, a viselkedés, a világhoz, meg egymáshoz való viszonyulás, attitűdök, rendszere, ez az egész automatikusan hozza ezt magával. Tehát ez egy olyan, ez egész feudalizmus, ez egy olyan berendezkedés, egy olyan kulturális nyelv, de nem csak az, annál sokkal több, amit értünk. Egyébként Lázár, már Lézer Jani, az egy 2-3 évvel ezelőtt még mondta is, hogy 400 éve működik ez a jó kis rendszer. Hát kövessük mi, tényleg. Hát tudjátok, ő ilyen laza csávú volt, és jópofizva előadta. Pragmatikus, ugye? Igen. De kimondott olyat, amit a többi nem mert. Ezt nem olyan régen mondtam neked, hogy a balliberális értelmiség, ezt a megfigyelést tettem, egy kétállású kapcsoló. Már világnézetileg. Már a nagy világnézeti kérdések vonatkozásában. Mióta lettél te elektronikai műszerész, vagy villanyszerelő, bazznak? Az meg nem vagyok villanyszerelő, de a villanykapcsolónak a két állását az én részben tudom tartani. Föl van kapcsolva, meg lehet, tudod. De hogy milyen? Mióta vagy villanyszerelő, bazznak? Miért innen hozod a metaforát? Tudod, mindenki a szakmájából hozza a társadalmi, meg világnézeti metaforáit, erre az meg két állású kapcsoló. De hidd el, hogy ez bazznak, nekem a szakmám, én rendszeresen kapcsolgatom a villanyt. A te pszichopata csajod, meg két számítógépet kötöttek össze. Így. Az milyen jó sztori volt. Szóval arról van szó, hogy egy kétállású kapcsoló. Vagy ateizmus, vagy hídgyülekezete. Ez a két lehetőség van. Ennyi. És az egyetlen kivétel ez alól,
Az egyetlen kivétel, amit ismerek, az Popper Péter. Már nem él Popper Péter, de azért ő vastagon ehhez a... Na most ezt nem értem. Mit nem értesz? De mi az, hogy az egyetlen kivétel Popper Péter? Popper Péter az egyetlen olyan tagja, reprezentánsa a balliberális értelmiségnek, amelyikre nem igaz ez, hogy választott két lehetőség közül, vagy ateista leszel, vagy hídgyülekezetés leszel. Ez a két lehetőség van. Válasz. És akkor vagy ment a hídgyülibe, vagy azt mondta, hogy ateista nincs ilyen, hogy Isten. Érted? De hogy nincs, hogy nem volt harmadik lehetőség. Az egész balliberális értelmiségben nincs harmadik lehetőség, a Popper Péter az egyetlen, aki ezt a kettőt egyaránt elutasította, és egy harmadikat választotta, meg annyi közül. Na de mondjál további ellenpéldát, és én leszek az, aki majd a leginkább megnyugszik. Biztos, hogy van, tehát ha ezt így megosztod velem ezt a gondolatot, egyébként lehet, hogy megosztottad, csak elfelejtettem, mint nem jelentős gondolatot. Már akkor sem tudtál ellenpéldát mondani. De várjál, tehát hogy ahogy nagyon keresnénk, akkor biztos találnánk. Ja, ha nagyon keresnéd. De a nagy számok törvényét tekintve, tehát statisztikailag abszolút igazad van. Tehát így van, tehát inkább azt mondjuk, hogy ez a választás, vagy az a választás. De még ha találunk is, valójában arról van szó, hogy a bal oldalon, vagy a liberális oldalon, ha valaki azt mondja, hogy ő hisz Istenben, azt körbe röhögik, és mindenféle módon gúnyolják, meg köpködik, meg nevetségesé teszik, kivéve, ha a hídgyülekezetébe tért be. Akkor nem. Ez az istenhitnek, ez a liberális, felvilágosult liberális értelmiség számára elfogadható útja, hogyha Németh Sándor gyülekezetébe térsz be. Na akkor itt szabad miért? Hinni Istenben. De ez az egyetlen elfogadható út. Vajon miért? Zsidózzunk? Na most nézd, nem kell ahhoz különösebben zsidózni, hogy az ember azt így lássa, hogy a hit gyülekezet az tulajdonképpen... Keresztény-cionista. Liberális zsidó konzervatív lázadása. Na ez most érdekes. De miben liberálisok? Miben liberálisok? Hát most már ez egyre kevésbé látszik. Max törzsileg, de nem liberálisok. 20 éven keresztül nagyon hittek a piacban, meg nagyon hittek a multinacionális érdekekben. Gazdaságilag liberálisok, ebbe igazad van, de olyan értelemben, hogy mit tudom, abortusz, meg melegházasság, meg mindig konzervatívak voltak. Tehát ez az amerikai neoprotestát, ez a Pat Robertson féle társaság magyarországi lecsapódásáról van szó. Lehet, hogy a hídgyüli az volt, de az ATV nem. Hát igen. Hát ja, az Antikrisztus tévé. Ja. Az. Szóval, helyben vagyunk. Szóval, hogy arról van szó, hogy szabad hinni Istenben, ha a Németh Sándor kezéből kapod. Akkor szabad. Tehát minden más esetben ez nincs, tudod, ez nincs. Nincs a lehetőségek közt. Ez nincs megengedve. És egyedül a Popper Péter volt az, aki a balliberális értelmiség egyik jelentős alakjaként megengedhette magának, és következetesen meg is engedte magának, hogy ő foglalkozik. Hogy ő foglalkozzon a hittel, foglalkozzon a vallásokkal, és ne ennek a végtelenül korlátolt szektának, meg a Németh Sándor aktuális hétvégi igehirdetésének a forrásából merítse önmagának az Istenről való tudást. Ja, hogy Németh Sándor elmondja, és akkor birkaként így válaszolja neki, hogy ámen. Sőt, Németh Sándor néha így meg is kérdezi, hogy ámen? Ámen! Ez a legjobb, amikor kérdezi. Nekem azt tetszik, amikor leveleket kap és fölolvassa. Tisztelt, lelkész, úr. Nem, amit hozzáírnak. Értettem. Értem, Kis Pista Jóska. Érted? De hogy valójában tudod, ez is annyira jellemző, hogy tudod, röhögjenek ki mindenkit, aki hívő. Jó, inkább azt mondom, hogy senkit. De ha meg röhögnek, akkor röhögjenek ki, tudod, mindenkit, az is egy álláspont. De ne szelektíven. De azt, olyat ne játszunk, bassza meg, hogy bármiféle Istenbe vetett hit, az nevetséges, és gyalázatos, és tudod, egy ilyen nyomorult múltba révedés, vagy egy ilyen nyomorult babonaság, kivéve, ha a legkorlátoltabb,
legdogmatikusabb szektába térsz be, mert hát akkor az a vallásszabadság. Hát bárkinek az a lelkiismereti joga, ugye? Érted? Tehát, na figyelj, de várj. Vannak néha ilyen katolikus oldalon ilyen, hát nem mondom, hogy sztároltabb, de ilyen elfogadottabb figurák, mint mondjuk a Várszegi Asztrik. Tudod? Akit a liberálisok úgy kedvelnek. Hát mert ő beszélgetett pont a Lengyel Laci bácsival, van egy könyve például. Na, igen, meg ott van Donát László, a vörös pap. És tudod? Ő evangélikus. Evangélikus, igen, evangélikus bizony. Evangélikus. Ez a... de ott te. Igen. De ott van a másik, ott van a metodista lelkész, tudod? Na, az ki? Ja, az Iványi. Iványi. Aki, vannak, igen, más. Ne, de ők, várjá, ők nem olyanok, nem, bocsánat. Ők nem olyanok, mint a Popper Péter. Ők nem kivételek. Ők azok. Ők a hídgyűlisek. Ők nem. Ők azok a liberális értelmiségiek, akiket a balliberális média direkt erre fejlesztett. Világos, hogy nem ő fejlesztette őket, hogy ezért kerültek be a szelekcióba, ezért hívják be őket a tévéikbe. Ezért nyilatkoztatják őket az orgánumaikban. Ezért hordozzák körbe, hogy jelezzék a magyaroknak, Robi, akik hívők, akik katolikusok, metodisták, evangélikusok, reformátusok, hogy íme, itt van a hívő ember, aki liberális, tehát nem muszáj fasisztának lenni, ha hívő vagy, vegyél példát Iványi Gáborról, Donát Lászlóról. Igen. Tehát valójában tudod, Várszegi Asztrikról. Figyelj, őket kifejezetten erre tartják. Igen. Annyiban egyébként árnya, de nem, ez igaz, amit te most mondtál, de annyiban kicsit bonyibb a dolog, hogy a Donát meg a Iványi, azok ilyen régi SZDSZ-es kapcsolatok, még a rendszerváltás előttről. Tudod, az SZDSZ-nek van egy előtörténete, amit úgy hívtak, hogy demokratikus ellenzék. Ezek voltak a Hírmondó, meg a Beszélő című szamizdat köré gyűlt társaság, ifjabb Rajk Lászlóval az élen, aki inkább igazából az apja miatt egy ilyen kirakat ember volt, ő annyira nagyon aktívan nem politizálta, jól tudom. Tudod, a Demszki féle társaság, amiből először a szabad kezdeményezések hálózata alakult 1988-ban, majd abból lett az SZDSZ. És fölkarolták az ilyen azokat a keresztényeket, akik szemben álltak az államszocializmussal, meg az állampárttal, meg a pártállami rendszerrel, és a pártállami rendszerrel jóba levő, mert ugye a katolikus egyház, meg az evangélikus egyház, meg a zsidó hitközség, meg a református egyház, bizony a Kádár rendszerben már jó kapcsolatokat ápolt a megfelelő emberek révén, meg a vezetőik révén, Lékai Bíboros, meg a többiek, a Kádár rezsimmel. Tök ugyanaz volt egyébként, mint most az Orbán. Tök ugyanaz. És voltak, akik vagy a katolikus egyházon belül ilyen részben a nézeteik miatt, részben a rendszerre való szembenállásuk, vagy részben a kettő együtt miatt ellenzékinek számítottak, és rosszak voltak a pártnál is, értsd az államot, és rosszak voltak a egyházuknál is. Ilyen volt például a Bokor bázis közösség, ami egy ilyen kicsit latin-amerikai típusú, ilyen szocialisztikus elképzeléseket ápoló, a bulányisták, Bulányi Páter, Bulányi atya, akiket aztán ki is közösítettek maga a katolikus egyház, mert azért elmentek ilyen kicsit ilyen neognosztikus nézetekbe, most mindegy, ebben nem menjünk bele. És ezt az összeset a demokratikus ellenzék így megkereste. Tehát az Iványival, meg a Donáttal, mondjuk a Donát az duplán, mert az apja ugye az meg egy 56-os volt. A Donátnak az apja az egy ilyen régi kommunista volt, aki a Nagy Imre féle csoporthoz tartozott, ez egy 56-os kommunista családból jött. És ezek mind a pre-SZDSZ, tehát ez a demokratikus ellenzéknek a hódudvarához tartoztak, és ezek a kapcsolatok megmaradtak. És a Hídgyülivel való kapcsolat, ami akkor még egy kicsi ilyen lakásba összejött szekta volt a 80-as években,
már ez a kapcsolat már onnan eredeztető. A Németh Sándor eredetileg egy katolikus pap, vagy nem tudom, hogy elvégezte, látod. Nem vagyok büfé a Németh Sanyi bácsi életrajzából. Vagy fölszentelték, vagy már fölszentelés előtt ott hagyta a teológiát, de ő eredetileg katolikus volt, katolikus teológiára járt. Egyébként a félbolond Bartus is ebbe az időbe ott sertepertél, tudod, az régi hídgyűlis volt, aki a Fesz van című könyvet megírta, most meg ugye a Amerikai Népszavánál osztja az észt. Egyre világosabb az egész körülményrendszer. Ugye? Uh-huh. Szóval, hogy a hídgyüli mindig is nagyon intenzíven involválódott a politikába, és mindig lehetett tudni, hogy kinek gyűjt a hídgyüli. Hát nem volt ez bonyolult kérdés. Hát ők maguk mindig kimondták, nem titkolták. Igen, mindig az SZDSZ-nek gyűjtött. Aztán 2014-ben már az MSZP-nek. 2018-ban pedig már a Fidesznek. Tiszta fásimulató. Gyűjtötte a kopogtató cédulákat a hídgyülekezete. És ők az ellenzéke Orbán Viktornak, ugye? Ők meg az ATV, ugye? Volt. Ők akik az Orbán Viktornak gyűjtik a kopogtató cédulát, hogy összegyűjjön. Volt. És az Orbán Viktornak bármi nehézsége lenne azzal, hogy összegyűjtse. Tudod? Hát ez egy kegy. A kegybe való bekerülés, tudod? Hát inkább a Szent Szellemnek egy ilyen alászállása és kiáradása. Ez az ideológia, ha meg a középkort nézzük, ugye, ha már feudalizmus, akkor volt a kegyúr, és volt a pap, aki meg a kegyúrnak a kegyelcse volt. Érted? Tehát itt a király a kegyúr. Hogy minden esetre... Szent István óta az, nálunk az uralkodó a legfőbb kegyúr. Minden esetre a 20 év alatt meg volt engedve, hogy fellázadj a liberalizmus ellen. Hogy elvégezd magadon ezt a konzervatív lázadást, de ennek egyetlen csatornája volt megengedve, és az a hídgyüli, és az a Németh Sándor kezei közé vezetett téged. Ez az egyetlen volt megengedve. És emlékszel még a Hak Péterre? Nem kell rá emlékezni, itt van velünk. Na de, hogy mennyit magyarázott az az Antal alatt, meg később is, hogy a jobb oldal miért törvénysértő, meg tudod, az jogász is volt a csávó. Persze. És hogy mi az igazi jogállam, mi az igazi demokrácia, mi az igazi liberalizmus. De hát eljött. És ezek szerint eljött. De most a Hak Péter mit mond? A Hak Péter elégedett. Hát amit hiányolt 1996-ban, jó, akkor éppen nem. Háromban. Van, az most megvalósult. Az megvalósult. Jó, hát nem tökéletesen, gratulál. Mert maradéktalanul, de hát egyetlen rendszer sem tökéletes. Ugye? És mi ebből a tanulság? Az ég egy adta világon semmi. Szoktam beszélni erről a posztmodernről, és megtaláltam egy nagyon korai... De ugye most nem fogsz. Jelét, vagy egy nagyon-nagyon korai ilyen előszelét, ami tőrölmetszett és minden ízében posztmodern. Ez az amerikai polgárháborúnak az egyik csatája, a Burruni csata 1861-ben zajlott. De még modern se volt. Az északiak és a déliek között zajlott. És a környéken lakók, mivel tudták, hogy ott lesz a csata, kimentek a domboldalba, és ácsoltak oda lelátókat, hogy megtekintsék a csatát. És ott piknikeztek. Tudod, vittek magukkal piknikes kosarat. Tudod, és olyan jó hangulat, olyan nagyon jó hangulat. Nézték a gladiátorokat. Igen, és így nézték a csatát, és aztán a csata... Az így egy kicsit elszabadult a dolog, és így átterjedt oda hozzájuk, és így felgyújtották a lelátókat, és így csomóan ott felgyulladtak, meg egy csomót megöltek közülük. Ilyen csomóan meghaltak, és az egész ilyen tragédiába fulladt. És rájöttek, hogy háború van? Ebben maradéktalanul kifejeződik az, ami ránk vár a 21. században. Tudod, maradéktalanul. Ez a Burruni csata, ez így kicsiben, így modellezve, így hordoz mindent, ami most a következő évszázadban ránk vár. Hogy mi tudod, mi azt képzeljük, hogy mi
nézők vagyunk, mi azért vagyunk itt, hogy élvezzük ezt a dolgot, diszlájkoljuk ezt, lájkoljuk ezt, megosztjuk amazt, ha még amaz nagyon tetszik, akkor még írunk is róla egy posztot, mi is médiázunk, ők is médiáznak, mi az ő médiájukat mondjuk diszlájkoljuk, az ő médiájukat föllájkoljuk, és építünk erre egy ilyen egész lelátót. Egy egész lelátót. Most amikor majd ezek felgyújtják a lelátónkat, baszod, meg amikor majd felgyújtják a hajunkat, akkor majd nem fogjuk érteni, hogy mi a fasz? Várj, most próbálom. Nem erről volt szó. Igen. Arról volt szó, hogy én lájkolok, vagy diszlájkolok. Olyan nem volt szó, hogy felgyújtják a hajamat. Én most próbálom ebbe beleélni magamat, és Aleppo jutott eszembe, tudod, Aleppót szétbombázták. Szarrá. Tényleg, olyan ilyen Gernika-szerű érzete volt az embernek, amikor látta azokat a képeket. És akkor tudod, mentek a posztok, meg a kommentek, meg a lájkok. És akkor szerinted az ilyen proxy háborúk, ami Szíriában lezajlott, az át fog terjedni ide a Mika pincéjébe? Ezek, tulajdonképpen ezek a proxy háborúk, ezek háború helyett vannak. No. Igazából most már nagyhatalmak nem háborúzhatnak egymással, mert azonnal megsemmisítik egymást. Tehát kisebb hatalmaknak, vagy nagy hatalmaknak kell kisebb országok ellen háborúzni, vagy kisebb országoknak egymás ellen, és akkor a nagy hatalmak beállnak egyik és másik oldalra, küldenek katonákat, vagy küldenek mondjuk nem feltétlenül katonákat, de mondjuk fegyvert küldenek, érted? És akkor itt új fegyvereket is ki lehet próbálni, azért be lehet vetni katonákat is, ha nagyon akarunk, és lehet folytatni ezeket a kvázi háborúkat, ilyen módon lehet fejleszteni a fegyvereinket is, és lehet készülni a nagy-nagy-nagy, bár már miért fejlesztjük a fegyvereinket, hogy készülünk a nagy-nagy-nagy háborúra. De mi a faszért kéne fejleszteni őket, amikor 40 évvel ezelőtti fegyverekkel már azonnal el tudtuk pusztítani egymást. Tudod? De mégiscsak kell fejleszteni őket, mert ha nem fejlesztjük őket, tudod, megáll a fejlődés. Akkor mi lesz, tudod? Akkor így, tudod, ez egy olyan cápa, ami ha megáll, meghal, tudod? De ez a verseny. Hát igen. Hát versenyeznek igen, a cápák egymással. Igen, igen. Tehát, hogy... De várj, a cápa akkor is meghal, ha az orrát megfogod? Nem, akkor elájul. Régi kedvenc volt három kedvenc témája, az egyik ez volt, hogy a cápa orrát megfogod, a cápa így leesik. Az a lényeg, hogy annyira primitív állat a cápa, mert már annyira nagyon-nagyon-nagyon régen kialakult, már akkor kialakult, amikor még a szárazföldön egyáltalán nem volt semmilyen élet, és így nagyon-nagyon-nagyon primitív lény a cápa, és tulajdonképpen két funkciója van, az egyik az, hogy úszik, a másik az, hogy harap és nyel. Tudod, tehát hogy ezek ennyit tud kb. A cápa. Eszik, szarik, úszik. Annyira primitív állat a cápa, hogy vannak ilyen cápasimogatók, akik így azzal szórakoznak, hogy így megfogja az orrát a cápának, és a cápa így elájul. Mert az annyira primitív, és igazából a cápa annyira primitív állat, hogyha megfordítod a cápát, akkor így leereszkedik a tengerfenékre, és ott kipukkad. Na de várjál! És nem tud megfordulni, hanem így szépen lesüljed. De ezt miért nem tudja, érted, az akit megtámad a cápa az ausztrál partoknál? Tudja, csak tudod, nincs fogás a cápán, mert mindenhol a fogai. Tudod, így, szeretné ő megfordítani, de inkább a cápa az, aki... Hát leharapja a lábamat, érted, és akkor csak meg kéne... Csak fordítsd meg, és elájul. Csak meg kell fordítani a cápát. De az egész, Spielberg ezt nem tudta, érted? Csinálni kéne egy ilyen anti-cápa filmet, ahol a cápák menekülnek az emberek elől, egy megforgatják őket, bazd meg, és így szépen így le, ilyen falevélként ringatózva, így hasra fordulva, így leesnek a tengerfenéken, és szétpukkadnak. Ja, és a cápa nem rákos. Ja, nem rákos. Nincs nem rákos daganata a cápának, nem tud mert rákosodni, lehet. Mert már a cápa akkor tökéletesen és maradéktalanul kialakult, amikor még nem volt rák. A rák az csak azután alakult ki, hogy már a cápa kész volt. Hát 150, ezért nincs a rák 150 millió éves a cápa, ha jól tudom. Jó, mi? Csodálatos, hogy nagyon primitív, de tulajdonképpen egy tökéletes gép. Teljesen. És nincs hova fejlődnie. Gép. Tehát, hogy ha lenne hova fejlődnie, biztos nem állt volna le az evolúciója 150 millió évvel ezelőtt. De hát, ami kész van, az kész van. A NER is valami ilyesmi. Nem? Tényleg. Ha? Tényleg. És ebbe viszont, figyelj, a NER-be minden benne van, és mindent integrált. Érted? A NER, valamelyik nap ki is posztoltam,
hogy megpróbáltam megfogni, tehát, hogy a NER, mert mondjuk egyesek fasisztázzák, mások, mint mi feudális, meg különböző jelzőket aggatunk rá, hát attól függ, melyik aspektusa. Tehát a társadalom szemlélete, a társadalom politikája, az feudális. A gazdaság politikája, az neoliberális. A sajtója, az ilyen félfasiszta. Az a poén egyébként, hogy így a fideszes haverjaink mindig kikérik maguknak, érted, amikor így diktatúra, meg fasizmus, meg ilyeneket mondanak a NER-re, ami egyébként nem diktatúra a hagyományos értelemben, és nem is fasizmus, de a sajtója, a NER sajtó úgy viselkedik, mintha fasiszta diktatúra lenne, érted? Tehát pont az ő sajtójuk viselkedik úgy, olyan cikkek jelennek meg benne, meg olyan szóhasználat, olyan hangulat, fenyegetőzés, zsarolás, tehát ha valaki olvasott szélsőjobboldali sajtót, nekem volt szerencsém olvasni, meg van is otthon pár, nem kell röhögni, és nagyon hasonló, tehát nagyon-nagyon hasonló. Jó, persze nyilván a 30-as évek meg a 2010-es évek között van némi különbség, de nagyon sok mindenben. Tehát lehetne egyszer egy tanulmányt írni erről, csak mondjuk én lusta vagyok ehhez, meg mit tudom én, félek tőlük, de gyáva vagyok. De lényeg az, hogy vannak hasonlóságok. Tehát ha van fasiszta elem az Orbán rezsimben, akkor az kettő dolog. Az egyik ebből az nem pejoratív értelemben fasiszta, hanem neutrális értelemben. Tehát ez a bizonyos Mussolini féle korporációs szisztéma, ennek bizonyos elemei jelen vannak a NER politikájában. A másik meg inkább a sajtó. Tehát ez a NER propaganda, meg a NER sajtó az hordoz fasisztoid, félfasiszta elemeket. Tehát a gazdaságát tekintve, gazdaságpolitikáját tekintve az Orbán rezsim az neoliberális. Ami azért bizarr egy kicsit, vagy azért fura, mert annak kritikájával a neoliberalizmus, a 90-es években uralkodó neoliberalizmusnak a kritikájával, sőt, neoliberalizmus ellenességgel került be azért a Fidesz ide, fókuszba. Tehát ők voltak a neoliberalizmus ellenességnek az egyik ilyen élharcosai. És ehhez képest a Fidesz gazdaságpolitikája az bizony vastagon neoliberális. Ugyanakkor ugye mondják rájuk azt is, hogy kádárista. A szavazó bázisuk, vagy a szavazó bázis nagy része, meg a szavazóikkal, főleg az idősebb generációkkal való kommunikációban érhető tetten ez a kádárizmus. Tehát a társadalmi kommunikáció az, ami kádárista. Tehát ugye, tehát bizonyos aspektus a fasisztoid, bizonyos aspektus a kádárista, bizonyos aspektus a neoliberális, bizonyos aspektusa meg feudális. Már a feudális a legerősebb. Na, az a legerősebb, mert az a maga a társadalom politika. És a pártpolitikájuk az meg az eléggé bolsevik. Hát ez a belső, tehát ez a centralizált hatalom, az Orbán kultusz, ez a minden fideszes be van szarva ezért főnökétől, tudod, ez a vasfegyelem, ez a pártfegyelem, ami uralkodik, hát ez kurvára, nálunk legalábbis ez a kommunista pártra volt jellemző. Na, rövid eszmefoglalás után visszaadom a szót. Hadd idézem fel a te felvetésedet arról a képviselőről, aki leutazott Gesztre a Tiszához, és azon bosszankodott, igen, hogy nem vezet Gesztre vasút, pedig már az apja is miniszterelnök volt Tisza Kálmán, ugye? Mind a ketten miniszterelnökök voltak, és nem vezet Gesztre a Tisza kastélyhoz vasút. Hoppá. Vesd össze a kis vasúttal, felcsúton. Bár Tiszáról aztán mondják, hogy lekéste a vonatot, és megállította, és a vonat visszament az állomásra,
mert közel volt aránylag a vonat állomás, vagy a pályaudvar Geszthez, tehát mit tudom, 10 km, 15 km, de Geszre nem vezetett vasút, tehát azért a formára adtak. Na most ezt azért hoztam fel. Ja, stadion se volt Geszten. Na ezt... Már a Tiszakastély előtt. Na most ezt azért hoztam. Bocs, a Horthy kúria előtt Kenderesen sem volt se kis vasút, se stadion. Szóval... Kádár villa előtt se volt stadion, és nem és vezetett Mária Terézia, kis vasút. Légy szíves, mondd el, volt stadion Mária Terézia Schönbrunni kastélya előtt? Nem tudok nem volt. Róla. Tehát azért hoztam ezt fel, mert a mindazok mellett, a vonások mellett, amiket felsoroltál, itt igenis van egy nagyon határozottan szovjet közép-ázsiai vonás, amiről nem felejtkezhetünk el, hogyha hiteles analízist akarunk. Így van, mondni. Pontosan. Tehát arról van szó, hogy ez nem, tehát ez a feudalizmusból nem következik. Hogy sem a kisvasút, sem a stadion a kert végében. Tudod? A fasizmusból sem következik. Nem. Ez a türkmén basi világa. A bolsevizmusból se következik, automatikusan, mert a bolsevizmus elvileg lehetne ilyen aszketikus puritán. A keleti bolsevizmus az volt az ilyesmi. Amikor Ceausescu, Európában Ceausescu, tudod, ez a balkáni Vajda, aki egyébként a szülőfalujában tényleg stadiont építetett, azóta Ebek 30-adján van, a Ceausescu féle családi falusi stadion, szétbaszódott, hát így múlik el a világ dicsősége. És ebbe az Orbán féle stadionba, nekem egyébként meg kell mondjam, hogy a NER-be, meg ebbe az egész rezsimbe, ez az, ami leginkább szemet szúr. Fura módon. Még csak nem is az úgynevezett korrupció meg a... Szemet szúr, vagy bassza a csőröd? Bassza a csőröm. Na értem, akkor jól értettem. Bassza a csőröm, így van, csak nem akartam ilyen csúnya szavakat használni, mert ma estére már elhasználtam. Ami volt a tarsolyomban, szóval sok hibája, meg sok bűne van a NER-nek, de engem ez irritál legjobban. És pedig ez anyagilag egyébként lófasz. És azért, mert ez teljesen idegen a magyar hagyományoktól, a jobboldali hagyománytól is. Tehát, hogy a szotyizós paraszt gyerek, tudod, fölhúzza a szaros gumicsizmát, és akkor, na ide nekem az oroszlán, bazzak, már én lettem itt a Führer, és akkor izét épített magának kacsalában forgó ezért valamit, a szomszédját meg megbízza, figyelj, akarsz az ország leggazdagabb embere lenni, na jó, névlegesen, de azért csúran cseppen, neked is kapar kurta, neked is jut, ezért 8 év alatt te leszel az ország leggazdagabb embere, megbeszéltük, jól van. Na szóval ez nem volt jelen a... Kurva nagy korrupció volt egyébként a monarchia idején, de ez a stílus nem volt része a magyar jobboldali politikai és jobboldali kulturális hagyománynak. Sem a szélső jobboldalinak, sem a konzervatív jobboldalinak. De a kádárizmusnak sem. A kádárizmusnak sem. Ferenc Jóskának sem, Horthynak, tehát puritán emberek voltak ehhez képest. Komolyan. És az egészben ráadásul van egy parvenű. Tudod? Tehát nem is, itt nem, ezek nem arisztokrata, a Mészáros Lőnisz nem arisztokrata, meg a Rogán, meg a izé. Érted? Nem Eszterházi herceg, bazd meg nem, mit tudom én, nádasdiak, meg telekiek. Ez a bunkókrácia. Érted? És ez rettenetesen irritatív. Nem engem ez be. Jobban irritál minden másnál. Nem látom be, egy bojlert bármikor megszerel, bazd meg. És ezt a tudást, az most bazd meg semmi, az a nagy nulla. Egyébként igazad van, mert kurva nagy szakember hiány van Magyarországon. Ez így van. Kevés a víz és gázszerelő baszottul. Tehát ez így van. Ja. Ja. És akkor ennek az alternatívája, ennek a bunkokráciának, vagy ennek a principium fasizmusnak, vagy ennek a macsóságnak, vagy ennek az illiberalizmusnak, azért sok kifejezés, meg sok hát aspektus igen, válogatja. Igen, ennek az alternatívája a kultúrbal, és a transz WC. Meg a transz gyerekeknek
a csodálatossága. Tudod, amikor meg az abortált csecsemő. Csodáljuk meg, tiszteljük meg, imádjuk a transzságot. Csak tudod, az az aljas ebben. Én értem, hogy erre ők egy politikai programot húznak fel. De a transzság az egy válság. Az mindenkinek, aki transz, az egy brutális válság. A transzneműek, azok az életüknek egy bizonyos pontján olyan súlyos válságba kerülnek, amely válságot nem old meg semmi más, csak a nem váltó műtét. Hát arról van szó, hogy te férfiként egy nő testébe születtél bele. Vagy te nőként egy férfi testébe születtél bele. És ez az életed legsúlyosabb válsága. Tehát nem csak arról van szó, hogy te mondjuk homoszexuális vagy leszbikus vagy, hanem arról van szó, hogy a nemed, a testi nemed, az a lelki, érzelmi identitás nemiségeddel nem egyezik. És ezt először is fölfogni, és fölvállalni, és megérteni, és kijelenteni, és az identitásod részévé tenni, akárhogy is, hogy te transz vagy, majd ezt a problémát egy nem váltó műtéttel megoldani, hogy nőből férfi, vagy férfiból nő lehess testileg. Mit mond ezekről az emberekről a kultúrbal? Azt, hogy csodálatosak vagytok. Egy csodálatos vívmánya vagytok az emberi kultúrának, meg az emberi nemnek. Tudod? Egy újabb színfolt a palettán. És tudod, elhallgatni azt, hogy valójában én értem, hogy a kultúrbal véleményformálói, azok így akarják ezt látni, mert ez a politikai érdekük, de hogy ezeknek az embereknek ez nem egy csodáson felfénylő identitás, hanem egy rettenetes válság, amiből menekülnek. Ja. Tudod? Hogy valójában, tudod, magának a transzságnak a megértése, a jelenségnek a megértése az már alapból elmarad. Hiszen ha megértenék a jelenséget, akkor ebből nem tudnának egy ilyen ideális embert hazudni, és aztán jönnek a kamutranszok. Jönnek a Conchita Wurstok. Tudod? Akik nem transzok, hanem csak egy meleg csávó, aki beöltözik nőnek, és azt hazudja, hogy ő transz. Mert... És azt hazudja, tudod? Azt hazudja, hogy én transz vagyok, és kiszolgálja ezt a politikai csoportot. Mert ez a politikai osztályt. Mert ez a trendi. Hogy én transz vagyok, fogadjatok el így, toleráljatok így, holott egy transz sosem gondolja ezt. Sosem gondolja és érzi azt, hogy toleráljatok transzként. Ő mindig azt gondolja és azt érzi, hogy adjatok pénzt a műtétemre. Segítsetek, hogy végre az lehessek, aki vagyok. Belül. Tudod? Tehát, hogy valójában ezek az emberek, például ez a Conchita Wurst, ez egy osztrák meleg csávó. Egyáltalán nem transz. Szó sincs róla. A fellépése előtt fél órával sminkelik őt ki, és képezik őt meg Conchita Wursttá. És a fellépés után fél órával véget ér a Conchita Wurstság. Hát itt nincs egy transz, mert ha lenne, ő nem állna ki a színpadra, hogy a transzságából politikai aktust formáljon, hanem a válságából menekülne a nem váltó műtéthez. És egy csodás vívmány, hogy felismerjük a transzokat, megértjük a válságukat, és kidolgoztunk egy elég hatékony sebészeti módszert arra, hogy amennyire tudjuk, amennyire a képességeinkből, meg a lehetőségeinkből ez telik, az identitásukat testileg megpróbáljuk úgy hormonokkal, mint ezzel a kifordítás, befordítás, ugye itt a hüvelyt fordítják ki, illetve a péniszt fordítják be. Hát én mindjárt rosszul leszek. Erogén zónák a megfelelő helyen maradjanak. Szóval hogy így zajlik ez. Tehát a probléma az, hogy amiből ők egy kulturális mintát, és egy kulturális élményt gyártanak, és egy politikai programot gyártanak, az valójában egy elhallgatott és elhazudott válság. És nem én mondom, hogy válság, aki úgy gondolom, hogy a férfi az legyen férfi, a nő meg legyen nő, hanem ők gondolják így. Ők.
Hát amíg tele nem dumálják a fejüket. Szerintem ezzel egyetlen transzneműnek nem lehet teledumálni a fejét, hogy te így vagy jó, és légy elégedett, mert a politikai osztályunk ebből hasznot húz. Úgyhogy légy szíves, légy elégedett a transzságokban. Hát nem lesz elégedett, viszont fognak találni. Hős vagy a harcunk élharcosa a fronton. Érted? Ugyanez és van a... ez, amit mondtál, ez a fajta logika működött a hajléktalanság kapcsán. A hajléktalan, tehát ha nem tudom, emlékszel a 90-es évekre, meg egyáltalán. Tehát amikor így beszél egy fűtött szobából a városi liberális, tudod? Nem az jön át, hogy mennyire szörnyű dolog ezének lenni, csövesnek, és bassza meg azt az egészet, meg kéne valahogy szüntetni. Ha kell, az meg erőszakkal megmosdatni, meg különben megeszik a tetvek mondjuk, és meghal fertőzésbe. Nem, emberi jogai vannak, nem viheted el megfürdetni, ha nem akarja. Érted? És milyen szép a hajléktalanság, és van egy ilyen, hogy szociogics. Tudod, azok a fekete-fehér fotók, amik az emberi nyomorúságot ilyen esztétizálják. Esztétizálják az emberi nyomorúságot. Ez a fajta látásmód egyébként mérhetetlenül romlottnak, undorítónak és prostituáltnak tartom a szociogicset. Érted? Még akkor is, hogyha valaki naívan csinálja, mert együttérzést akar kelteni, de egyébként legtöbbször nem naív, hanem tudod, az ilyen fotós, aki így mutatja az emberi nyomorúságot, az éhezőket, vagy a hajléktalanokat, és a nagyon szép, és ilyen kontrasztos, meg beállított, és azt tudod, mi a célja annak a fotónak? Hogy díjat nyerjen vele. Elsősorban. Az a célja, hogy díjat nyerjen vele. És ebben például, ami a művészetben, na mindegy, tehát a fotózásban mondjuk a szociogics, az nagyba, az pontosan ugyanez, amit a Robi az előbb elmondott a transzneműekkel kapcsolatban. Ugyanez a logika. Tudod? A nyomor, a szenvedés, a betegség, vagy akár a deviancia, de ez megint más téma, más csoportokkal van szó, annak az esztétizálása. Majd egy politikai programmá emelése. Az esztétizálás politikai programmá emelése. Nem a gyógyításé, meg nem a szociális programmá, az esztétizálás politikai programmá emelése. Tehát arról van szó, hogy a tankórosokat, azokat nem hatékonyabban és jobban kell segítenünk, hanem dankóros szépségversenyt kell rendeznünk, ahol ki kell választanunk a legszebb dankórost, és azt csodálnunk, és körbehortoznunk. De csodálatos. Tudod, minthogyha a dankór az nem egy rendellenesség lenne, hanem egy valamiféle speciális szexepil. Tudod, hogy meg kell a magát a jelenséget hamisítani. Tudod? És attól, hogy a dankor egy rendellenesség, abból nem következik az, hogy ne legyünk együttérzőek a dankorosokkal, vagy ne segítsük őket. Sőt, éppen hogy a nulladik lépése annak, hogy hatékonyan tudjuk segíteni őket, az, hogy elismerjük, hogy ez egy rendellenesség. Tudod? Hogy kellő együttérzéssel, figyelemmel, kegyelettel, vagy kegyelemmel tudjunk velük bánni. Érted? De a jelenség elhazudása. És annak az állítása, hogy hát ő csak más, az valójában tényleg jó a dankórosoknak? Vagy a transzoknak? Mert a jelenség hasonló. Szerinted miért csinálja ezt a komisszár, amit csinál? Ezért a dumádért már lefasisztáz, azt vágod. Sőt, lenácisz. Én azt gondolom, hogy a szilíciumvölgy, szerintem ez a permanens forradalom. Tudod, azt gondolom, hogy a szilíciumvölgy, ami a szellemi és érzelmi és lelki bázisa és központja és forrása ennek a gondolatnak, mondjuk úgy a kultúrbalnak, az Amerika tagadó Amerika. Tagadja a hagyományos amerikai értékeket. A jogegyenlőséget, hogy más példát nem mondjak. A gondolatok szabad versenyét. Tagadja, tudod? Arról van szó, hogy a,
hogy az Amerika tagadó Amerika, a szilíciumvölgy, az az Amerikának, ami Amerika volt a konföderációnak. Ami észak volt délnek. Tehát a szilíciumvölgy úgy viszonyul az északhoz, ahogy az észak a délhez. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát, igen. És ez maga a permanens forradalom. Elfoglalja. Igen, ez maga a permanens forradalom. Folytatódni kell. Tudod, az első lépés a délről északra vezetett. A második lépés az északról ebbe a kultúrbalba, ebbe a szilíciumvölgybe vezet. Ebbe a történelem utániságba. Ami egy evolúciós ugrás, vagy nem? Na érted, visszatérjünk a... És ez a... speech elejére. Ez minden szekták legnagyobbika. Minden szekták legnagyobbika, amely szétszakítja Amerikát. Csak Amerikát? Igen. Hát először is Amerikát. Hát először is elfoglalta az államot, és szétszakítja Amerikát, mégpedig úgy, hogy Amerikát a saját szellemével fordítja szembe, és a nyugati civilizációt a saját szellemével fordítja szembe. Nem érték át a bolsevizmust. Nem érték át a bolsevizmust. Igen, alig, hanem itt a probléma. Most megkapják a pofájukra. Mi kapjuk meg, basszod? Nem ők kapják meg, mi kapjuk meg tőlük, tudod? De az a helyzet egyébként, hogy a nyugat történelme az egy 2500 éves sikertörténet. Tehát így a görög poliszoktól kezdve a második világháború győzelméig, meg még utána is. És azért voltak itt súlyos válságok ebbe a sikersztoriba. Tehát azért volt itt a nyugat-római birodalom összeomlása, a kelet-római birodalom el-ázsiasodása, a hellenizmus el-ázsiasodása, és így tovább. Tehát azért ez nem egy egyenes út volt, hanem ilyen gírbe-gúrbe, de valahogy a nyugat mindig regenerálódott. Mindig regenerálódott. És én tulajdonképpen emiatt ebből a történeti tapasztalatból én úgy gondolom, hogy ebből is regenerálódni fog. Csak át fog menni egy ilyen sötét fázison. Jó, csak tudod, ahhoz, hogy regenerálódjon, ahhoz a liberalizmusnak is, tudod, ahogy már sokszor elmondtuk, ahogyan a konzervativizmusnak, vagy a nacionalizmusnak megvolt a maga termidorja. Ugye? El kell jutni a berlini bunkerban. Ahogyan a bolsevizmusnak is megvolt a maga termidorja. Úgy ennek is, alig hanem ennek a liberalizmusnak is addig kell szélsőségesedni, és addig kell totalitarizálódni, ameddig el nem jön annak a termidorja, és az le nem hanyatlik, de abban a civilizáció fel lesz égetve. És tulajdonképpen ezzel a gondolattal visszatértünk a remízbe, ahova mindig, és hát köszönjük. Szabadjon ne választani a két szélsőséges narratíva között, és a két szélsőséges forgatókönyv között. De muszáj lesz, Robikám. Próbálunk középen maradni, ameddig ez lehetséges. Ameddig, és ha majd szuronnyal terelnek minket, akkor folytatjuk innen a gondolkodást azon, hogy hova érdemes inkább állni. Leginkább maradnánk középen, ameddig lehet. Ez volt az Apu azért iszik, mert köszönjük a figyelmet. Sziasztok!